A kormányzat folyamatosan nyújt támogatásokat az oktatási intézmények számára, különösen azoknak, amelyek felvállalják a kisebbségek kultúrájának és nyelvének tanítását is. Ebből a szempontból a Szekszárdi Wunderland egy zászlós hajó, nem csak Magyarországon, de a határon kívül élők számára is, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Arról is szólt, az elmúlt 10 esztendőben 6-szorosára nőtt a nemzetiségi intézmények támogatása. Ez nem egy öncélú dolog. Nekünk teljesen természetes, hogy együtt élünk a nemzetiségekkel, és mindig ezt mondjuk, hogy kincsként tekintünk rájuk. És hogyha ezt egy kicsit ki tudjuk sugározni a mellettünk lévő országokra is, akkor a külhoni magyaroknak is az élete könnyebbé válik, a megmaradás az biztosítottá válik. És én azt látom, hogy nagyon sok jó példa alakult ki, akár Szerbia, Horvátország, Szlovénia, vagy pedig Szlovákia irányában, és hiszem azt, hogy ez az oda-vissza való kölcsönös együttműködés ezt a térséget csak erősíti és csak gazdagítja, és nem pedig háttérbe szorítja. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos maga is otthonosan érezte magát az intézmény falai között, lévén itt töltötte napjait óvodásként. Elmondása szerint olyan szintű alapokat kapott a nyelvtudáshoz, mely később segítette a munkája során. Arról is szólt, a kormányzat továbbra is kiemelten kezeli majd a kisebbségi oktatási intézmények ügyét. Mindenkit bíztatunk arra, hogy ezt folytassa, és nagyon szeretnénk azt, az új nemzetpolitikával foglalkozó szakember mondom, hogyha a környező országokban ugyanilyen lehetőségek nyílnának az ott élő magyarság számára, hiszen ne felejtsük el azt azért, hogy vannak olyan területek, olyan magyar lakta területek, ahol messze nincsenek ilyen lehetőségek, sőt a létükért kell küzdeni az ott élő magyar nemzetiségeknek, úgyhogy ez egy példa is a körülöttünk élő országok számára, hogy hogyan lehet és hogyan kell a nemzetiségekkel bánni. A kormányzat több esetben nyújtott anyagi támogatást az óvoda fejlesztéséhez, ezúttal 30 millió forinttal támogatta a fűtéskorszerűsítési munkálatok első ütemét. Hefner Adél intézményvezető azt mondta, ez alatt a 40 esztendő alatt folyamatosan értékteremtés zajlott. Több mint 100 újságcikk jelent meg az óvodáról a 40 év alatt, több mint 8500 nevelési napunk volt, és közel 3500 gyermek ment innen tőlünk iskolába. Hogy mi a hozadéka, azt gondolom, hogy ez látható az épületen, a folyamatos megújulás, az innováció, az innovatív pedagógusok, dolgozók, akik azt mondhatom, és büszke vagyok rájuk, hogy egy nagyon jó csapatot alkotnak itt a Wunderland óvodában. Gyurkovics János alpolgármester azt mondta, a Wunderland óvoda az elmúlt 40 év alatt olyan értékrendet alakított ki és képviselt töretlenül, melyet a jövőben is meg kell majd őrizni.